hétvégi csehországi választásokat elvesztette Andrej Babiš. A centralista, populista, Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló milliárdos oligarcha koalíciós partnere a Szociáldemokrata párt kiesett a parlamentből, ahogy a kormányt kívülről támogató cseh morva kommunista párt is. A most fennálló parlamentben nem lesz baloldali párt. Én engem eléggé szórakoztat ez a mondat, amikor mondjuk el kellene döntenem, hogy hova álljak, miket hallok. Amikor azt hallom, hogy centrista, mondom, jól hangzik. Aztán ugye tovább megyünk, populista. Jó, hát ez nem szokott jól hangozni. Aztán azt mondja, hogy Orbán Viktorral jó kapcsolat. Jó, hát jók a külpolitikai kapcsolat. Oligarha, nem hangzik jól. Szociáldemokrata párt, jól hangzik, kiesett, nem hangzik jól, és akkor a végén megkapjuk ezt, hogy nem lesz baloldali párt, amivel kapcsolatban amúgy egyébként kételkedem, mert említés van egy a kalózokként hivatkozott kis együttesről, akik azért mégiscsak transzparenciáért, demokráciáért, emberi jogokért tudod, mennek csatába, de gazdaságilag ők is jobb oldalt képviselnek, de ez nem jelenti azt, hogy politikailag is. Tehát, hogy ott még egy picit azt gondolom, hogy az bal. De ha ennyire bal volt a cseh parlament, hogy az utolsó kommunista most hagyta talán el az Európai Unió parlamenti székeit, aki vállaltan kommunista, hát akkor megértem, hogy itt egy ciklus lemegy a baloldal nélkül. Hát úgy tűnik, hogy mostanra éred be a államszocialista rezsimeknek a kiégése, a felperzselődése. A rendszerváltás után még egy csomó országban megmaradtak a baloldali pártok. 94-ben egy csomó helyen visszatért a régi baloldal, a régi posztkommunista elit, például Magyarországon, például Lengyelországban, de Bulgáriában például 1990-ben, ez a legbizarrabb, megválasztották a kommunistákat, hogy vezessék tovább az országot. Egyből? Igen, egyből. Tehát lezajlott a rendszerváltás, de a társadalom úgy döntött, hogy az elit maradjon. Ez olyan, mint amikor nem nyilatkozol az adód 1%-áról, hanem eddig is olyan jól kezelték. Igen. De hogy csinálják ugyanazok a fickók? Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy centrista, populista. Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló milliárdos, oligarha, politikus Andrej Babiš. Ez a centrista populista. Ez nagyon érdekes. Néhány évvel ezelőtt még Orbán Viktor is centrista populista volt. Mert bár nem... Tehát Orbán Viktorral kapcsolatban utoljára ez jut az eszünkbe, hogy centrista. Viszont uralta a centrális erőteret. Hát azt hívjuk centristának, akitől jobbra is van egy ellenzék, meg balra is van egy ellenzék, és úgy vezet. És Orbán Viktor még a legutóbbi választáson, hát ott már talán nem, mert ott a Jobbik már elkövette a maga néppárti fordulatát, de hogy minden esetre az elmúlt 12 évnek nagyjából a felében, úgy nagyjából 2016-ig a Fidesz az birtokolta a centrális erőteret, uralta a centrális erőteret, s tőle jobbra volt a Jobbik, s tőle balra volt a most már U1G koalíciónak hívjuk, tehát a régi baloldal pártjai és erői, és ilyen értelemben lehetett populista, és megmaradt centristának. Na most ez nagyjából most arra véget ért, ma már nem tekinthető Orbán Viktor centrista populistának, hanem egy szélső jobboldali populistának lehet tekinteni, hiszen nincsen tőle jobbra igazából erő. Most erő nincsen. A mi hazánkra rá lehet mondani, de olyan nagyon biztos, hogy Torockai László jobbra van Bayer Zsolttól, olyan nagyon biztos, hogy Dúró Dóra az jobbra van Kövér Lászlótól? Tehát erre bárki lemeríteni a nagy esküt? Én nem vagyok erről teljesen meggyőződve. Inkább csak azt látom, hogy egy ilyen kisebb, hangosabb és kevesebb vesztenivalóval rendelkező Fidesz. Tehát mondjuk, hogy inkább nem mondjuk azt, hogy szélső jobboldali, hanem mondjuk azt, hogy magában foglalja azt, ami most egy elfogadható szélső jobboldali kínálat a magyar emberek számára, ezek szerint, ami hazánk formájában,
azt azért képviseli valaki a Fideszen belül is, de igen, ugye a Fidesz nem ezt képviseli. De én azt gondolom, hogy igen. Tehát, Most amikor azt mondod, hogy beérett így az államszocializmusnak a bukása, hogy én soha nem úgy értelmezem ezeket, hogy na akkor most a csehek felnőttek ahhoz, hogy elegük lett demokratikus úton a kommunistákból. Ez olyan, mint amikor valahol mondjuk mostanában dekriminalizálják a füvet. Akkor nem az van, hogy na, csak belátták, hanem hát eltelt 60 év, tudod, így mindenki meghalt, igen, aki üvöltözött, hogy a gördeszkán a macska kövön ne gördeszkázzatok. Egyszerűen azok az emberek, akik már a parlamentben ülnek, azok velünk egyidősek, így ennyire egyszerű. És itt is az van, hogy kihalnak, és Magyarországon is kihalnak, és mi is ki fogunk halni, amikor majd útban lesz a gondolkodásunk, igen, a fiatalabbaknak. De ilyen csak a posztkommunista országokban van, hogy eltűnik a baloldal. Hát ilyen az egykori vasfüggönytől nyugatra ilyen nincsen. Ez a jelenség nem létezik. Sehol Nyugat-Európában nincs olyan, hogy a baloldal szőrén szálán eltűnne a parlamentből. Márpedig hát ez megtörtént most már Lengyelországban, elmondhatjuk, hogy megtörtént Csehországban, és Magyarország is elég közel van ehhez, hogy ez megtörténjen. Az MSZP meg a Párbeszéd, hát hogyha most itt úgymond rendes választást rendeznének, ahol ezek a pártok külön-külön indulnak, és el kéne érniük az 5%-os küszöböt, ezek a pártok nem tudnák elérni az 5%-os küszöböt, csak elmondhatnánk, hogy Magyarországon sem lenne már, vagy nem maradna baloldali párt a parlamentben, itt úgy marad, hogy az O1G koalícióban egy nagy közös listán, illetve a koordinált jelöltállítás révén túlélnek a Noteszben. A Notesz átmenti őket. De hogy valójában már a baloldali pártoknak Magyarországon sincs meg az 5%-uk. És ez nyilvánvalóan összefügg az államszocialista rezsimekkel, meg azoknak a bukásával. Egyszerűen arról van szó, hogy ezekben a társadalmakban mostanra esett le a tantusz. 30 év kellett hozzá. Te emlékszel, hogy azt mondták mondjuk a Clintonnak a bukásáról, hogy elviselte volna a házasságtörést, vagy mondjuk azt a játékot, amit Monica Lewinsky-vel viselt, ellenben a hazugságot nem. Hogy akkor a hazugság az még egy ilyen buktató erő volt. És de itt, nem volt buktató erő, hiszen nem bukott meg Clinton. Tehát az akkor lett belőle egy ügy, meg lett belőle egy impeachment, de nem bukott meg az elnök. Na akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy ez most sem gondolom, hogy így van. Tehát az, hogy a Babi is az a tisztasággal kampányolt, miközben a Pandora iratok szerint, mit tudom én, van egy 22 millió dolláros kastély a Franciaországban. Offshore cégeken keresztül persze, adóagyon optimalizálva. Ez, hogy még a kampánya is arra vonatkozott, hogy na én aztán transzparens vagyok, ez sem buktatja feltétlenül. Tehát hogyha nem tudom, hogy az okokat hol kell keresni. Hát és a csávó milliárdos volt, mielőtt belépett a politikába. Tehát azt lehetett gondolni, hogy ő már, tudod, az az érv, ami a Gyurcsánnyal kapcsolatban is elhangzott, hogy mondani, már kilopta magát, már eleget lopott, vagy ő neki már nagyon nagy vagyona van, csak tudod, ehhez kellene, hogy létezzen a milliárdosok körében ez a fogalom, hogy elég. Nem erről ismerjük őket. És hogy egy valaki, aki milliárdos lett, és egy fél életet rátett arra, hogy ő nagyon-nagyon gazdag, meg nagyon-nagyon befolyásos legyen, majd egy ilyen hatalommal, majd egy ilyen befolyással, hogy ő lesz a cseh köztársaságnak a miniszterelnöke. Ezzel majd ő nem fog visszaélni. Mm-hmm. És ezt komolyan kell gondolni, hogy majd pont ezzel nem fog visszaélni, és hát látjuk, hogy a 22 millió dolláros kastélyt Franciaországban alig ha a szél fújta össze. Kisebb kastély lehet, azért ez egy szerény összeg. De jó, hogyha az a játékszabály, hogy a profit az az egyik eredménye ennek a nem kommunista és nem szociáldemokrata világnak, akkor miért is lepődünk meg, hogy bárhol lenne elég, vagy bárhol várnánk bárkitől is, hogy cél legyen egy anyagi fejlődés. Szerintem se attól bukott ő meg, hogy bármilyen sikeres lett volna. Hát attól ő neki a hatalma erősödik, a sikere, tehát ez inkább az ő potenciáját erősítette meg. Ahogy ugyanúgy a popularista, talán a populista abból a szempontból is érdekes, hogy más hírességek is ugye buktak már meg ilyennel, annak ellenére ugyanúgy megvették az újság, megvették a CD-ket, megvették a zenéket, elmentek a koncertekre, és ugyanúgy a népszerűség egyik nagyon fontos része az, hogy pénzt hoz ebben a világban, ugye? Itt ilyen nevekről van szó, mint Elton John, Tony Blair,
Claudia Schiffer, Shakira. Hát egyik ez egyik Blair koncertre én is elmentem. Ők mind ezeknek a Pandora iratokról ezeknek van szó. A Pandora iratoknak a révén derült ki, hogy ezek a figurák, ezek mind adóelkerülést végeztek, és hát kimentették a pénzüket az adózás elől offshore számlákra. Most ebben az az érdekes, hogy ez nem törvénytelen, hanem, de erkölcstelen. Tehát hát adó. Itt a válasz a kérdésedre, hogy elég vajon? Tehát elkölteni, mégis kell neki az összes. Ezekről a figurákról, mint Tony Blair, meg Shakira, meg Claudia Schiffer, meg Elton John, nem azt gondoljuk, hogy ők nagyon rászorulnának arra, hogy legyen még egy Lamborghiniük, vagy legyen még egy kastélyuk vidéken. De nem lehet, nem tudod, nem, és az adót csalják el, tehát hogy nem fizetik be annak a társadalomnak a közös költségvetésébe azt a pénzt, amelyik társadalomtól olyan nagyon sokat kaptak, amelyik társadalom a csúcsok csúcsára emelte őket. Tony Blairt miniszterelnökké tette. Claudia Schiffert meg egy generáció szexszimbólumává. Elton Johnt meg egy ilyen könnyűzenei ikonná. Shakirát azt meg egy ilyen popstárrá. És ők itt most nem is arról van szó, hogy valamit visszaadni a társadalomnak, hanem befizetni azt, amit mindenki befizet elvileg, az adót. Jó, de hát hogy kinek, érted, ezek globális popstárok, tehát vagy hát érted, melyik, jó, Tony Blair meg a politikusoknál értem, hogy az a közösség, abból születtem én meg, és annak a vezetésére, tehát ezért érdekes a politikusok szempontjából ez a kérdés különben. De a Shakira az egy globális sztár, tehát hova fizesse ő be, kinek tartozik ezzel, miért tartozna egy idő után bárminek, bárkinek? Hát hogy miért tartozná? Most attól ő egy amerikai állampolgár. Hát most én azt gondolom, hogy hogyha ő ezeket a pénzeket Amerikában kereste meg, függetlenül attól, hogy Amerikán kívül is eladott CD-ket, akkor ő neki ezután Amerikában kell leadózni. Ön nem kolumbiai eredetileg? Ettől még mostanra 20 évvel később biztosak lehetünk benne, hogy van amerikai állampolgárság. De ahhoz kell dolgozni, a 4-5 évig meg együtt lakni a Gerard Depardieu-vel. De akkor fizesse be Kolumbiában. Akkor legyen San Marino-i állampolgár, ha nem akar adózni, de ne offshore számlára lopja ki a pénzt. Érted? Ennyi azért elvárható lenne. Nekem az fura ebben a cseh felállásban, hogy ugye szerintem náluk is elaprózódás miatt egyszerűen nem jutnak be a baloldali erők, és akkor most erőnek ne nevezzük ezek szerint őket. Miközben a jobboldali nyertes, aki aki a legtöbb százalékot szerezte, az már eleve egy három pártból álló jobboldali koalíció, ez 28%-ot ért el, és akkor a kormányzás valószínűleg egy ötpárti koalíció fogja alkotni. Na most azért egy ilyen esetben a felelősség is elaprózódik, ugye kihozta azt a javaslatot, kidönt erről, meg ugye a belső vitákat nem látod, és nem is biztos, hogy ez 4 évig kormányzóképes egy ilyen rendszer. Azért van, hogy szétesik egy három tagú koalíció is, nem hogy egy öt. Nem ár erős lábon, nem tudom. Az a tény, hogy Lengyelországban, Csehországban, és hát félig meddig Magyarországon is megsemmisültek ezek a baloldali pártok, ez szerintem összefügg azzal, hogy Európában már nem nagyon van munkásosztály. Ugye erről sokszor beszéltünk már, hogy Európa, meg hát a Nyugat kiszervezte a munkásosztályát a Távol-Keletre. Így aztán elfogytak a baloldali pártok szavazói. Eltűntek a nyugati társadalmakból. A nyugati baloldal erre úgy reagált, hogy végbe ment egy neoliberális fordulat ezekben a baloldali pártokban és közösségekben. Ennek a kulcsfigurája az Amerikai Egyesült Államokban épp az imént említett Bill Clinton, az Egyesült Királyságban épp az imént említett Tony Blair, Németországban meg Gerhard Schröder, Magyarországon meg éppen Gyurcsány Ferenc, aki sokkal rosszabb minőségben, de hasonló jelleggel végezte el a baloldalnak ezt a neoliberális áthangolását. És ehhez új bázist is kellett találniuk ezeknek a baloldali pártoknak, és ezek lettek egyrészt a bevándorlók, másrészt a mindenféle kisebbségi csoportok. Tehát egyrészt az őshonos kisebbségek, mondjuk cigányok lehetnek adott esetben, illetve az LMBT csoportok. És a nyugati baloldal egyszerűen egy új bázist kellett, hogy találjon magának, mert a régi bázisa az a Távol-Keletre
lett kiszervezve. Azért is, mert és, a... Bocs, és azt hiszem, hogy, ebben rejlik a kelet-európai baloldalnak az összeomlása. Hogy a Kelet-Európában nincsenek olyan nagy számban bevándorlók, Kelet-Európa nem célpontja a bevándorlásnak. Másrészt meg az ezeknek az LMBT csoportoknak az öntudata, az aktivizmusa, a jelenléte a társadalmi életben, a politikában nem olyan fokú egyszerűen. Itt nem, mivel hogy a polgárosodás is sokkal lassabban zajlott le, többek közt a 40 éves vörös hadsereg itt állomásozása nyomán, ezért aztán itt ezekben az országokban, ebben a régióban nincsen meg az a bázisa. Hiába próbálkozott ezzel a Gyurcsány, nem sikerült megteremteni azt a bázisát, új bázisát a baloldalnak, ami Nyugat-Európában már végbe ment. A csehországi választások eredményén, illetve hát az átalakult parlamenti összetételen rágózunk éppen. Itt felmerült, hogy hát eltűnnek a baloldali pártok, talán azért, mert eltűnik a munkásosztály, mondja Robi. Én ezt annyival erősíteném meg, hogy egyébként meg aki munkásosztály, és már főleg szolgáltatásból él, tehát leginkább ügyfélszolgálat telefonokat vesz föl, mint munkásosztály, nem pedig üllőhöz verdes oda izzófém tárgyakat. Ő is szeretné magát felpozícionálni, hogy ő valójában középosztály, nagypolgárság, és ezt hogy tudná jobban megtenni, mint úgy, hogy egyszerűen jobbra szavaz. A jobbra szavazás az okoz nekem egy osztályt. Sőt, hát valójában ők már bursóák. Tehát ők már a középosztályhoz tartoznak, és ennek megfelelően ők jobbra szavaznak. Csak hogy itt most a képlet úgy áll, hogy kétféle jobb oldal van, kétféle jobb oldal áll egymással szemben. Ugye ezekben az országokban, Lengyelországban, Csehországban és félig meddig Magyarországon egy liberális piacpárt áll egymással szemben, hogy érthetőbb vagy átélhetőbb legyen itthon, áll egy DK, ilyen értelemben egy liberális alapvetően piacpárti, alapvetően a tőkepártján álló, alapvetően a gazdaság, a szabadkereskedelmi egyezmények által meghatározott szellemiségű párt, illetve van egy ilyen jobboldali populista párt, mint a Fidesz. Ez a képlet. Na most itt mindkét párt, meg két definíciója van a jobboldaliságnak, illetve a baloldaliságnak. Az egyik az a tőke munkatengely, hogy a tőke munkatengelyen hol állsz, aki a tőke oldalán áll, az a jobboldali, aki a munka oldalán, az a baloldali, de van egy másik tengelye is, ez a kultúrharcos tengely, és ezen a tengelyen pedig ez nem a tőkéhez, illetve a munkához való viszony, hanem ez a jó öreg kultúrharc, hogyan állsz az abortuszhoz, hogyan állsz a fegyverviseléshez, hogyan állsz a könnyű drogliberalizációhoz, hogyan állsz az LMBT aktivizmushoz, stb. Stb. Tehát vannak ezek a kultúrharcos topikok, és akkor ezekben kell elfoglalni valamelyik oldalt. Na most a képlet az úgy áll, hogy a tőke munkatengelyen mindkét oldal jobb oldal. Tehát akár a DK, akár a Fidesz az egykulcsos adóban hisz, mind a kettő a tőke pártján áll a tőke munkatengelyen. Ugyanakkor a kultúrharcos tengelyen, és ezért van nagy szükségük a kultúrharcra, mert ebben tudnak elkülönbözni. Az egyikük az egyértelműen baloldali, tehát egyértelműen a kultúrharcos topikokban a hagyományos értelemben vett baloldali, de hát akkor hívhatjuk ezt úgy is, hogy liberális álláspontot veszi föl, a másik meg pedig egyértelműen a jobboldali populista álláspontot veszi föl, és gyakorlatilag ezeket a pártokat már csak a kultúrharcos tengelyen lehet egymástól megkülönböztetni. Ez válasz arra a kérdésre, amikor értetlenül áll az ember, hogy egy konkrétan a Fidesz esetében, hogy ennyi meleg politikussal és rokonnal és egészen a felső körökből. Miért állnak bele ennyire az LMBT plusz ellenességbe? És hát ezért, mert ők vesztik el az identitásukat. Ne, ettől még ők valakik, csak az identitásukatnak a megkülönböztető jellegét vesztik el, mert attól még, hogy valaki vagyok, de az ugyanolyan, mint más, akkor nem vagyok valaki. Meg azért, mert meg vannak győződve arról, hogy ezek a civilizációs skrupulusok, ezek működnek a baloldalon, és soha nem fogják rájuk verni, hogy ti beszéltek. Amikor ezek a meleg politikusok éppen nálatok játszanak, és éppen nálatok játszanak ezeken a homofób húrokon, hogy ez micsoda pofátlanság, és hogy micsoda képmutatás, és hogy nehogy már komolyan kelljen venni azt, ahogyan ti meg akarjátok védeni az LMBT csoportoktól az óvodásokat, meg a kisiskolásokat, miközben hát uszítotok, és közben titokban, meg hát melegek vagytok. És
ők úgy állnak ehhez hozzá, hogy ezt nem lehet kijátszani. Ezek olyan lapok a pakliban, amit nem lehet kijátszani, tehát akárha melegek, akárha tele is vannak meleg politikusokkal, nyugodtan játszhatnak ezeken a homofób húrokon, nyugodtan összemoshatják a melegeket a pedofilokkal, mert ezt úgysem lehet rájuk verni, mert ezt a baloldal úgysem teheti meg, mert itt civilizációs skrupulusok vissza kell, hogy tartsák őket, és ekkor jön Márki-Zay Péter a képbe, aki hát nem baloldali, nem liberális abban az értelemben, hogy ő tulajdonképpen egy kvázi nem korrupt és kvázi nem autoriter fideszes, legalábbis neki ez az üzenete, ez a kritikai narratívája a Fidesszel szemben, jön, és őt úgy tűnik, hogy nem korlátozzák ezek a civilizációs skrupulusok, és rámeri verni a fideszes politikusokra azt, hogy hát ti beszéltek. Hát mert talán egyedül ő áll ezen a kétpólusú rendszeren kívül még. Igen, azt hiszem. És ha ez mondjuk egy 4 évre így tud maradni, akkor akár megéri kipróbálni. Ő a tőke munkatengelyen egyértelműen jobboldali, tehát hogy ő piacpárti, tőkepárti, tőzsdepárti. A kultúrharcos tengelyen meg én azt hiszem, hogy ő hát 7 gyereke van. Elég vallásos keresztény. Tehát ilyen értelemben eléggé a jobboldalhoz lehetne sorolni. Ugyanakkor meg egy csomó olyan gesztust tesz a baloldalnak, mondjuk a hétvégén előadta, hogy Jézus Krisztus baloldali ember volt. Mondjuk ez egy ilyen gesztus a baloldal felé. Hát, hogy ő azért ezen a kultúrharcos tengelyen próbál balanszírozni, nem teljesen annak a kultúrharcos krédónak felel meg, amit hát az Orbán Viktor diktál, de hát azt hiszem, hogy el is kell különböznie. Próbál balanszírozni, vagy ő tényleg azon a borderen él, ő egy olyan ember? Én szerintem ő úgy került erre a borderre, hogy ő egy hithű fideszes volt, és a korrupciótól, meg az autoriter tendenciáktól visszahőkölt, és gyakorlatilag kiábrándult és csalódott, és most ő egy ilyen nemzeti konzervatív identitást sajátított el, ugyanakkor konszolidáció párti, tehát hogy ő ebben az értelemben ezen a kultúrharcos tengelyen nem feszíti a húrt, hanem inkább lazítani igyekszik, legalábbis ahonnan én nézem. Szóval most akkor, ha jól értem, az a tendencia, hogy a baloldaliság, illetve a szociáldemokrácia így eltűnőben van, ahogy mondjátok, itt Kelet-Európában, és hogy így igaziból arra gondoltam, hogy milyen nehéz lehet végül is megmaradni, vagy ragaszkodni ezekhez, amikor a munkának már egy ilyen teljesen más funkciója van, mint korábban. Tehát amikor így volt a munkáspárt, és voltak ezek a kommunista mozgalmak, akkor ezekben a mozgalmakban, illetve magában a pártokban is az emberek így dolgoztak, tehát hogy így frankon csináltak sok mindent, nagyon sok mindent együtt csináltak, és ennek így volt egy ilyen élménye, tehát így az egzisztenciához kötötték keményen, és akkor elmentek, és akkor esetleg a bányában, vagy ahogy a szakszervezetben, ahogy együtt voltak az emberek, úgy jött ebből egy közös értékrend, egy kollektív tudat. Most viszont már mindenkinek gondolni kell valamit, például az LMBTQ-ról, vagy egyáltalán bármiről, tehát hogy így az, hogy így kollektívan azt mondjam, hogy én a munkáspárthoz tartozok, és hátradőlök, és én elmegyek dolgozni, és akkor utána majd azok az értékek, hogy én hátradőltem, és a többiek majd itt mindent meg, az én érdekeimet is képviselik, és meg én nyugodtan dolgozhatok, mert ettől épül a kommunánk mondjuk, vagy a társadalmunk. Ez egészen megváltozott, és értelmezhetetlen tulajdonképpen, mert ha el is mész dolgozni, akkor sem dőlhetsz hátra, hanem akkor is folyton ez a verseny egyre inkább ott marad, sőt, hát az a pozíció, hogy te így hátradőlsz, tehát maga az intellektuális hozzáállás, vagy elvárás az emberektől teljes mértékben megváltozott, és ebből jön az, hogy most így mindenki valami, és egy identitáshoz kötjük azt, hogy mit gondolok, nem pedig azt, hogy így mit csinálok. Na, ez az identitáspolitikának az áttörése. Pont ebből lett az identitáspolitika, hogy a jobb oldal úgy nyomta le a baloldalt, illetve hát a tőke úgy nyomta le a szakszervezeteket, hogy kiszervezte a munkát olyan országokba, parancsuralmi rendszerekbe, ahol nincsenek szakszervezetek, ennek megfelelően olcsóbban dolgoztat, ennek megfelelően mi nyugati fogyasztók olcsóbban jutunk a fogyasztási cikkekhez, és ennek megfelelően Európában, illetve Amerikában nem maradt a baloldalnak bázisa, kénytelen volt nyitni a bevándorlók és az LMBT csoportok felé, és hát ennek a következménye az, hogy belekényszerítették, gyakorlatilag beletolták egy baloldali identitáspolitikába a baloldalt, amire a jobboldali identitáspolitikával válaszol, és a társadalmak
szétzuhannak, szilánkjaikra szétesnek. És hát a helyzet az, hogy itt Kelet-Európában nincsenek valójában a hagyományos értelemben vett kisebbségi érdekképviseletek. Tehát itt Kelet-Európában nem sikerült az átállás ezeknek a baloldali pártoknak, ezekre a csoportokra, mert hiányoznak ezek a csoportok. És ezért aztán itt a baloldalnak nincsenek is perspektívái. Egyébként úgy gondolom, hogy nyugaton sincsenek perspektívái. Hát én úgy gondolom, hogy a baloldalnak újra ki kell találnia magát, méghozzá nem ezeknek az identitásoknak a mentén, mert ez az identitáspolitika, ez valójában felszámolja a nyugat társadalmait, és nem kizárólag a Facebook miatt. A Facebook természetesen galvanizálja ezeket a folyamatokat. De eleve az maga az a kettősség, hogy identitás és csoportok. Tehát így azért a magyar kultúrában csoportosulni és együttműködni az egy ilyen fantasztikus kihívás, úgy gondolom. Tehát ez az öt pártos koalíció, hogy ők majd hogyan fognak együttműködni, hát az egy fantasztikus dolog lehet majd ott megnézni, az, hogy így Magyarországon hogyan mehet egy ilyen együttműködés, de még csak azt is mondtam, hogy egy ilyen kisebbségi csoportba, tehát ahol már az identitás az, ami összetart, az identitás az egy annyira változó fogalom, hogy lehet, hogy kettőben hasonlítunk, de a harmadikban különbözni fogunk, és innentől kezdve a csoportunk nem fog egyben maradni, nemhogy a baloldalt, majd ezek a kisebbségi csoportok együttműködését. Mi az a közös nevező, ami megtartaná ezt a baloldalt? Míg azért könnyebb ez a jobb oldal, mert hogy az pedig az ellenpont, tehát hogy mindez nem, és könnyebb a nemben összetartani, hogy na azok nem vagyunk, pláne hogy a baloldal határozza meg itt a kisebbséget, mindazok, akik nem azok. Tehát akkor itt ebben a két pólusoságban végül is lehetetlenség együttműködni ilyen kis identitás alapon összetartó csoportoknak. Meg hát egy őrület az, hogy a szemüvegeseket csak a szemüvegesek képviseljék, mert nem érthetik a problémáikat mások, a kopaszokat csak a kopaszok, a fehérbőrűeket a fehérek, a színeseket a színesek, a melegeket a melegek. Illetve akkor hát reagáljanak. Szétszincálja identitás kosarak mentén, szétszincálja a társadalmakat, és én azt gondolom, hogy valójában ez az identitáspolitika nem más, mint a fogyasztói kosaraknak a betörése a politikába. Hát tulajdonképpen semmi más nem történik. A fogyasztó követeli magának ugyanazokat a komfort élményeket a politikában is, amiket a plázában megszokott. Egyre jobban mulatok ezen, amit mondasz, hogy egyrészt azt mondtad, hogy a baloldal a munkásosztály helyett mondjuk a kisebbségeket és a migránsokat találhatta volna meg bázisnak, de hát az a helyzet, hogy már annyira elfogadó és toleráns a szélső jobb oldal, hogy például a cseh szélső jobbot egy félig morva, félig japán fickó vezeti. Tehát, hogy akkor megérkezett a tolerancia azért oda, és akkor mégiscsak el tudja végezni egy kopasz ember érdekképviseletét, egy nem kopasz. Nocsak, igen, és igen, annak is van egy bája, amikor a japán csávú az, aki magyarázza, hogy azért állítsuk meg a bevándorlást. Ja. Kicsit ezzel, hogy így a baloldal szétesik, én azt érzem, hogy tudod, mi lesz itt szociális egy idő után, a média maximum.